A jó idő beköszöntével már megkezdődtek a földeken a tavaszi munkálatok, ahonnan az állatok gyakran a munkagépektől megriadva menekülnek, még a nappali órákban is, éjjel pedig a megszokott helyükre szeretnének visszatérni. Sok esetben ezt úgy tudják csak megtenni, hogy átkelnek az úttesten. Ennek következtében pedig előfordul, hogy az autósok motorosok elé kerülnek. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense azt mondja, 2022 első három hónapjában több mint 40 vadelütés történt a megye útjain. Ha azt tapasztaljuk, hogy elénk kerül vezetés közben egy vad, akkor óvatos fékezéssel próbáljuk meg lelassítani az autót. Én mindenkinek javaslom, hogy a túl hirtelen korrigálásokat, tehát jobbra-balra rántom kormányt, ezeket próbálják meg elkerülni, mert sok esetben előfordul az, hogy a vad ugyan megúszva élve, viszont az autós az bele megy az árokba. Az óvatos közlekedés mellett a dudálás már nagyobb segítséget jelenthet, hiszen az állatok többsége megijed az erős hang hallatán, és menekülni próbál a közeledő zajforrás elől. Továbbá hasznos eszköz lehet a vadriasztó síp is. Azonban, ha már bekövetkezett a baleset, azonnal értesíteni kell a rendőrséget. A rendőrök már tudni fogják, hogy azon a területen melyik vadásztársaság gazdálkodik, és annak a képviselőjét a helyszínre fogják küldeni, aki a vad elszállításáról gondoskodik. Ezt ugye azért is meg kell tenni, mert ha az autós esetleg úgy dönt, hogy az elütött vadat ő maga viszi el onnan a helyszínről, ezzel a lopás bűncselekményt követi el. A vadelütések számának csökkentése érdekében a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai a Tolna megyei baleset megelőzési bizottság támogatásával az elmúlt napokban vadriasztó sípokkal jutalmazták azokat a szabályosan közlekedő autósokat, akik még nem rendelkeznek ilyen eszközzel.